Álomba illő hajóútra indulunk Európa legromantikusabb, legszebb tájain. Miközben az egykori vikingek zord szépségű hazájától eljutunk a piramisok titkokkal teli földjére, egészen különleges élményben lesz részünk, a vízről ismerkedhetünk meg Európával. Hajóink hol az északi tengereken, hol a csodás földközi tengeren, hol hatalmas folyókon, hol pedig szűk kis csatornákon fognak előre haladni. Megismerkedünk néhány helybélivel, és új barátokat szerzünk. Felkeressük Skócia kísértetek járta tavait, Franciaország meseszép kastélyait, s Görögország vulkanikus szigeteit. De közben arra is szakítunk időt, hogy megízleljük az Európa kínálta időtlen élvezeteket. Tartsanak velünk ezen a különleges utazáson, amelynek során a víz felől tárul fel előttünk a romantikus Európa. Hajóval a világ legszebb tájain. Romantikus Európa. Utunkat messze fenn északon kezdjük. A világ legkiválóbb hajósai közé tartozó vikingek nyomát követjük. Hozzájuk hasonlóan mi is felfedező útra indulunk Észak-Európa vizein. Célunk a Skóciához tartozó Skye-sziget, amely feledhetetlen tájaival és hamisítatlan kelta szépségével vár bennünket. Az egykori vikingek szülőföldjén, Norvégiában szállunk hajóra. Látványosabban nem is kezdhetnénk utazásunkat, hiszen a világ egyik legtagoltabb partvidékén, a norvég fjordok közt haladunk. Errefelé csak is hajóval lehet közlekedni. Ezen az őszi napon egyedül hatolunk be egyre mélyebbre a fjordba. Az ember eltörpül a fölé tornyosuló meredek sziklafalak tövében, s szinte maga is hinni kezd az ókori északi istenekben, akik a vikingek hite szerint ezen a vidéken éltek. A hirtelen elénk táruló napsütötte táj azonban előzi a távoli múlt árnyait. Bármerre nézünk, mindenütt vizet látunk, amely a magasból zúdul lefelé. Ez a víz nem csak az esőből és hóból származik. Egy része Norvégia örök jéggel borított belső tájairól érkezik. A norvég gleccserekből, amelyek az egykor Európa jelentős részét borító jégtakaró utolsó maradványai, de manapság egyre inkább visszahúzódnak. Nehéz elhinni, de tény. Az ejeget alkotó víz jóval azelőtt volt utoljára cseppfolyós, hogy az ember megjelent a földön. Hátat fordítunk a fjordok magányos szépségének, s elindulunk a partvidék forgalmasabb része felé, egy színes és eleven középkori eredetű kikötővárosba. A kapitány Sigmund Kolsrud avatott kézzel kormányozza hajóját az öbölvizén, majd szülővárosában Bergenben tesz partra bennünket.
A város legrégebbi negyede Brüggen felé indulunk. Századokon át ez volt az északi tengerek kereskedelmének egyik fő központja. Itt minden fából épült, amit a helyi mesteremberek nagy szakértelemmel faragtak és festettek meg. Jut némi idő egy kis vásárolgatásra, és arra is, hogy felkeressünk egy jellegzetes norvég piacot. Itt mindenfajta tengeri finomság megkapható, frissen érkeznek az északi tengerből. A halkereskedésnek errefelé több száz éves hagyománya van, így ha jól bevált tippeket keresünk a hal megvásárlásához és elkészítéséhez, ennél alkalmasabb helyet alig ha találhatunk. Vendéglátóink azt ígérték, hogy bergeni tartózkodásunk végére nagy meglepetést tartogatnak, amelyhez sem hajóra, sem autóra nem lesz szükségünk. Sikló visz fel bennünket magasan az öböl fölé, épp jókor ahhoz, hogy elgyönyörködhessünk a napnyugtában. Ideje tovább indulnunk a vikingek nyomán, ezért felszállunk egy gőzösre, amely egy másik ősi kikötőbe, a mai Norvégia fővárosába, Oszlóba visz bennünket. Ezer évvel ezelőtt egyszerű viking település állt itt. A viking felfedezők e tökéletes, természetes kikötőből indultak el Skócia északi partjai felé, ahogyan azt mi is tenni fogjuk. De még van egy esténk arra, hogy körülnézzünk ebben a mára ízig-vérig modernné vált városban, ahol mindenütt fények ragyognak. Oszló kulturális élete is igen gazdag. Itt adják át például minden évben a Nobel békedíjat. És itt élt a nagy drámaíró Ibsen is. A norvég fővárosban van az egyik utolsó európai királyi család hivatalos rezidenciája is. El kell búcsúznunk a tenger és a parton emelkedő hegyek földjétől. Évszázadokkal ezelőtt a mai norvégok ősei, a vikingek is ugyaninnen indultak útnak. Nyitott fedélzetű, alig 18 méteres hajókkal hódították meg az északi tenger és az Atlanti óceán viharos vizeit. Az ő példájukat követve most mi is a Hebridák szélfúttatájai felé indulunk. A vikingek Skócia északi részét körülhajózva jutottak el Skye szigetére. Mi azonban más útvonalat választunk. A párás Invernessből indul az a vízi út, amely Skócia szívén vág át. Rajta haladva megcsodálhatjuk a skót felvidék híres tavait, völgyeit és kastélyait, anélkül, hogy szárazföldre kellene lépnünk. A 19. században épült Kaledóniai csatorna innen Fort Williamtől indul, és egy sor skót tavat összekötve vezet át az ország nyugati partvidékére. Jó néhány kirándulóhajó közlekedik errefelé. Mi Ian McKay-t választottuk kapitányunkul, így a skót felföldön átvezető utunkat a környék egyik legromantikusabb hajóján tehetjük meg.
A Jalabánon utazva, amelynek neve kelta nyelven fehér hattyút jelent, úgy érezzük, mintha visszaléptünk volna az időben. A nagy gonddal helyreállított öreg jármű minden egyes részlete hiteles, még a kötelek is. Ian azt ígérte, hogy rövid idő alatt magunk mögött hagyjuk majd a mindennapok világát, és ígéretét valóra is váltotta. A világ egyik legkísértetiesebb taván hajózunk, Loch Ness-en. Úgy tartják, a sötét felszín alatt egy szörny lakik, amely néha-néha meg is mutatja magát. Az biztos, hogy a sötét vízben egy egész családra való Nessie is elélhetne. A tó mélyebb, mint az északi tenger. Bob a kormányos jól ismeri e vizeket, de a titkaikról semmit sem árul el. Friss szél támad, így Ian kibonthatja a Jalabán vitorláit. A Loch Ness fölött lebegő párából lassan kibontakozik előttünk az Urquhart kastély, amely az 1200-as évek közepe óta áll őrt a tópartján. Utunk során ez a vár az első olyan emlék, amely Skócia vérzivatalos történelmét idézi. Egymással háborúzó klánok és királyok, felkelések és ostromok, hősi tettek és aljas árulások történetét. Azt mondják, a holtak lelkei ma is az itteni völgyekben bolyongnak. Így aztán a Loch Ness környékén nem is tűnik olyan valószínűtlennek a kísértett kastélyok létezése. A Jalabán végre igazán elemében érezheti magát. Jó széllel hajózunk a tó vége felé, magunk mögött hagyva Loch Ness titkait. Fort Augustusnál, ahol Loch Ness ismét a kaledóniai csatornában folytatódik, visszatérünk a valós világba. Márpedig, ha egy csatornán hajózunk, ahhoz a zsilipelés is hozzátartozik. A vízszint különbségek miatt hol feljebb emelkedünk, hol lejjebb ereszkedünk. Hamarosan tovább indulhatunk. A skót felföld néhány alig ismert csodája vár ránk. Elértük a Loch Oyt. Ezt a szinte érintetlen tavat, ahol a természet teljes szépségében pompázik. Utána következik Loch Lochy, melynek vizéről jellegzetes felföldi táj tárul elénk. Szinte egész Skóciát átszeltük, anélkül, hogy partra kellett volna lépnünk. Az utolsó tavon, a Loch Linnén már érezni lehet a tenger illatát. Pontosan arra tartunk, hogy a madarakhoz hasonlóan mi is elrepüljünk Skye szigetére.
Azért vagyunk itt, hogy saját szemünkkel láthassuk azt a zord szépséget, amely nemzedékek óta lenyűgözi a Hebridákra érkező látogatókat. Legyőzetése után 1746-ban erre a szigetre menekült Károly Eduárd herceg az ifjú trónkövetelő Szobalánynak álcázva. Később sikerült átszöktetni Franciaországba, de Skóciába soha többé nem térhetett vissza. Hamisítatlan kelta táj ez, s az itt élők még ma is őseik nyelvét beszélik. Azt mondják, Skye lakói, mint minden kelta, rendelkeznek a tisztánlátás képességével. Sőt, a szóbeszéd szerint még a marhák is látják a szellemeket. A helyi mesékben csak úgy nyüzsögnek a koboldok és a tündérek, s gyakran ejtenek szót az alkonyatkor hol itt hol ott felbukkanó kékes színű lidércfényekről is. Itt, az Atlanti-óceán északi peremén a sziklás táj és a sajátos időjárás szürreális világot alkot a tengerrel. E kiugró sziklát úgy hívják a Storri Vénember. Egykor nagyobb mennyiségű régi ékszert találtak elásva a tövében. Eredetük csak egy a sziget változatos történelmének számos rejtélye közül. Hamarosan magunk mögött hagyjuk Skócia zord szépségét, hogy másfajta történelmi emlékekkel ismerkedhessünk meg, de előbb még el kell látogatnunk valahová. Íme Éilean Donnan vára, amely csaknem 1000 éve őrzi ezt a csodás helyet. Védői annak idején még a portyázó vikingeket is visszaverték. Úgy érezzük, ennél méltóbb helyet alig ha találhatnánk arra, hogy elbúcsúzzunk ettől a ködös, felejthetetlen vidéktől. Európai hajóútunk következő szakasza Európa szívébe vezet. Egy olyan vidékre, amely történelmi emlékekben és kulturális kincsekben éppen olyan gazdag, mint az élet kisebb-nagyobb örömeiben. Végső célunk egy látványos, érintetlen mocsárvidék lesz a földközi tenger partján. De hogy eljussunk oda, olyan útvonalat választottunk, amely Európa néhány legszebb részén vezet keresztül. Északról fogunk délfelé hajózni a földrész 3 nagy folyóján, a Rhónon, a Loire-on és először a Rajnán. A Rajna a világ legnagyobb folyóinak egyike, amely az északi tengerig tartó útja során 4 országot kapcsol össze. Németország szívében ered, s Európa egyik leghíresebb völgyében hömpölyök tova. Felszállunk az egyik rajnai gőzhajóra, s már alig várjuk, hogy megpillantsuk a Rajna vidék varázslatos kastélyait. Először Mainzban kötünk ki, ebben a középkori városban, ahol azonban egy egészen rendkívüli modern kincs vár ránk. Előbb azonban körülnézünk a piacon, mivel szükségünk van némi útravalóra. A barokk stílusú házak és a szabadtéri kávézók a jellegzetes európai életstílusról árulkodnak. Amire azonban a leginkább kíváncsiak vagyunk Mainzban, az ebben az épületben, a Szent István templomban látható.
E lélegzet elállítóan szép festett üvegablakokat Marc Chagall készítette nem sokkal a halála előtt. Chagall azon kevés modern művészek egyike volt, akik szerettek festett üveggel dolgozni. Az eleven, vidám színekkel a nemzetek és a vallások megbékélésébe vetett reményét igyekezett kifejezni. Mainz után a folyó tovább visz bennünket a Rajna vidék szíve felé. Ahogy feltárul előttünk a kortalan táj, nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy a lehető legjobb helyről szemlélhetjük a látványt. A középkorban, amikor ezek a várkastélyok és városok épültek, a folyó volt az ország fő ütőere, így aztán minden a víz felé nézett. Az országútról csak a hátsó ajtókat látnánk. Lehet, hogy a várkastélyok mesébe illő építményeknek tűnnek, valójában azonban sokkal komolyabb célt szolgáltak. A Rajna völgye egykor hűbérbirtokokra volt felosztva, amelyek urai állandó harcban álltak egymással a területekért és a mindennél fontosabb útvonal a folyó birtoklásáért. A várkastélyok pedig egymás közti háborúikat szolgálták. Nagyszabású hatalmi játszmák sora zajlott itt. Az egyik báró Pfalz ura még a folyami forgalmat is ellenőrzése alá akarta vonni, ezért megerősített díszedőkaput építetett a Rajna közepén. Ez a táj adott ihletet Richard Wagnernek is nagyszabású operaciklusa a Ring megkomponálásához. A zeneművek hősei és hősnői a germán mitológia alakjai, márpedig a mítikus erők szinte tapinthatóvá válnak körülöttünk, ahogy egyre közelebb kerülünk a fenyegetően a folyó fölé tornyosuló Lorelei sziklához. A helyi legendák szerint a Lorelei több tekintetben is veszélyeztette a hajóforgalmat. Állítólag egy gyönyörű rajnai sellő élt itt, aki varázslatos énekével hullámsírba csalogatta a megbabonázott hajósokat. Miután biztonságban túljutunk a Lorelei sziklán, elindulunk a Rajna völgyében álló 60 várkastély egyik leglátványosabbika, a Burkatz, azaz a Macskavár felé. Itt mindenképpen érdemes megállni. Igaz, hogy elég hosszan kell felfelé kapaszkodni a várig, de fentről könnyű megérteni, miért éppen ezt a pontot választották építői. Innen tökéletesen rálátni a folyó egy hosszú szakaszára. Az pedig talán már nem is meglepő, hogy a Macskavártól nem messze ott áll az Egérvár is. A Rajna völgyét azonban nem csak várkastélyai miatt kerestük fel, hanem azért is, hogy megízleljük híres borait. A térség legnagyobb borgazdaságában, a Schloss Eberbachban csatlakozunk egy borkóstolóra érkezett turista csoporthoz. Az Eberbachi borokat a legjobb rajnai borok között tartják számon. Nemes rajnai Riesling szőlőből készülnek, ez adja a rájuk jellemző gyümölcsös ízt és illatot. Und das schmeckt man nicht nur, sondern das riecht man auch, denn hat im positiven Sinne noch keine Firne, aber doch schon eine sehr positive. Nagy megtiszteltetésben van részünk. A csoportból egyedül mi léphetjük át a bortár rendszerint zárt ajtóit. Itt őrzik Európa legnagyobb és legkiválóbb fehér borgyűjteményét. A gyűjteményt nyugodtan tekinthetjük Eberbach kincstárának. A borgazdaság jövője ezen úriember kezében van. Anton Prassner a gazdaság főborásza, aki minden egyes hordóbor érlelését személyesen felügyeli. Búcsútintünk a Rajna völgy fenséges várainak, mivel másféle kastélyok várnak ránk egy másik folyó völgyében,
a franciaországi Loire mentén. Útközben rövid időre elhagyjuk a vizet, mivel Jane Addamson meghívott bennünket, hogy hőlégballonja kosarából kezdjük meg a Franciaországgal való ismerkedést. Azt ígérte, hogy innen egészen különleges rálátásunk lesz első úti célunkra. És igaza volt. Ez se nonszó, a híres Loire-völgyi kastélyok legpompásabbika. E kastélyok már valóban olyanok, mintha valami tündérmeséből léptek volna ki. A Rajna völgyében látott sok csatát megért erődítményekkel ellentétben a francia sátók egyetlen célt szolgáltak, a szórakoztatást. Azon uraságok és úrhölgyek számára, akik a 16. századtól kezdve itt töltötték szabadidejüket, semmi sem lehetett túl jó. A gyakran díszes jelmezekbe öltözött vendégek borral folyószökő utak között mulatoztak. A piknikek, bálok és fogadások idején a kastély konyhájában lázas munka folyt. Franciaország legkiválóbb szakácsai éjt-nappal látéve fáradoztak, hogy a több száz vendégnek egy pillanatig se kelljen nélkülöznie a fényűző ételeket. A Loire mentén valamivel távolabb egy olyan kastélyt találunk, amelynek vendégei talán szívesebben maradtak a falakon kívül. Villandry parkja olyan, mintha egy kertész álma vált volna valóra. A 16. század elején tervezett kertet gyönyörűen felújították, így ma eredeti reneszánsz szépségében pompázik. Ha úgy gondoljuk, hogy a zöldségfélék dísznövényként való alkalmazása új keletű gondolat, nagyot tévedünk. Villandry tervezői messze megelőztek bennünket. Azt is mondhatnánk, a franciák annyira szerettek enni, hogy még a palotáikhoz is körítést tálaltak. Ahogy a nap lenyugszik, magunk mögött hagyjuk a Loire-völgy álmos szépségét, s délnek indulunk a földközi tenger felé. Immár a harmadik nagy folyón, a Rhônon hajózunk. A Rhône viszel bennünket a napfény, a bor és az olajfák varázslatos hazájába, Provence-ba. Olyan vidék ez, amelybe könnyű beleszeretni. A különleges fényviszonyok között minden aranyszínben látszik ragyogni. Megállunk az egyik provenci kisvárosban, hogy megkóstoljuk az egyik leghíresebb francia bort, a Châteauneuf de Papot. A déli vidéke testes bora szinte minden tekintetben ellentéte az elegáns rajnai rizlingnek. A szőlők ugyan csökevényesnek tűnnek, s a talaj is csupa kő. Ám de etőkékről egészen különlegesen finom bor származik. Na de mi a helyzet a kövekkel?
Nos, azokat galénnak nevezik, s azáltal, hogy nappal magukba szívják, éjjel pedig kisugározzák a naphevét, olyan sajátos, telt ízt adnak a szőlőnek, amely méltán teszi híressé a Châteauneuf-du-Pape-ot. A Rhône csillogó hullámain hajózva érkezünk meg Arles ősi kikötővárosába. Arles már a római időkben is rengeteg látogatót vonzott. A 19. század végén a neves holland festő Vincent van Gogh annyira jól érezte magát itt, hogy jó néhány festményén meg is örökítette e tájat. Alkotásairól egyebek közt azt is megállapíthatjuk, hogy a francia életmód egyik legfontosabb eleme a kávézó, szinte semmit sem változott az elmúlt bő 100 év alatt. Az sem véletlen, hogy a közeli kis csatorna hídja annyira ismerősnek tűnik. Arles után a Rhône még jobban kiszélesedik és lelassul. Itt kezdődik Franciaország egyik legcsodásabb védett területe, a Camargue. Ezt a sík, szikes tavakkal tarkított mocsaras vidéket a földközi tengertől hódították el, s a nedves részeket néhol szárazabb területek választják el egymástól. Ez a változatosság paradicsomi állapotokat teremt a vízi élőhelyeket kedvelő állatok számára. A Camargue-ban nem könnyű az élet, s csak kevesen maradnak meg itt. Közéjük tartoznak azok a lovaspásztorok is, akik a térség leghíresebb állatait, a camargue-i fehér vadlovakat felügyelik. Jóval kevésbé ismertek a szintén itt élő camargue-i bikák. Most békésnek tűnnek, de a látszat csal. Ezeket az állatokat kifejezetten bikaviadalokhoz tenyésztik. Ez a sport errefelé épp oly népszerű, mint Spanyolországban. Fejünk fölött flamingók szállnak. A rózsás madarak Európában szinte sehol máshol nem csodálhatók meg szabadon. Camargue vad szépsége jelzi az Európa szívén átvezető folyami hajózásunk végét. Utunk következő szakaszát már ismét a tengeren tesszük meg. Kellemes hajókirándulást teszünk Dél-Európa napszitta partjai mentén. Egy olyan országból indulunk, amelynek történelme szorosan összefonódik a hajózással és a tengerrel. Ez Lisszabon, Portugália fővárosa, ahonnan a világ néhány legnagyobb tengeri felfedezője indult útnak. A tengerre néző épületek felkapaszkodnak a környező hegyek oldalába is, így még jobban látható, hogy Lisszabon gondosan őrzi a múltat, de szívesen fogadja a jelent is. Ha körülnézünk, hol San Francisco jut az eszünkbe, hol pedig Rio de Janeiro.
Ezek a jellegzetes alkotások az óceánon túlra tett utazások több évszázados hagyományát idézik. A felfedezés egészen páratlan kultúrája alakult itt ki, amely olyan hajósokat adott a világnak, mint Vasco da Gama, Magellán vagy Kolumbusz. Az itt a lenyugvó napfényében ragyogó Belém torony 600 éve épült. Abban az időszakban, amikor a nagy felfedezők távoli földekre tett utazásokról kezdtek álmodozni. Este partra szállunk, hogy megismerkedjünk a város éjszakai életével. A legtöbb helyen a fádó szól. Ez a hagyományos mélabúj zene, amelyet a portugálok annyira szeretnek. Lisszabon az ellentétek városa, és olyan nagy területen fekszik, hogy szinte lehetetlen egy látogatás során megismerni. A tágas terek és a szűk utcák többsége felkúszik a hegyoldalakba, így ha szeretnénk körülnézni, segítségre lesz szükségünk. Erminio, a villamosvezető, tökéletes megoldást ajánl. Ahol pedig a villamosok sem boldogulnak, ott a fogaskerekű segít. Így jutunk el a Bolha piacra, amelyet a megszállott régiségvadászok a világ egyik legjobb ilyen intézményének tartanak. Sok évszázados múltra visszatekintő kikötő lévén rengeteg ritka és szép holmi haladt át Lisszabonon, és egy részük itt is maradt. Ha pedig megéhezünk az alkudozás közben, semmiképpen se hagyjuk ki a lisszaboni kávézókat. Kóstoljuk meg a helyi specialitásokat is, főként a pastéis de natalt, vagyis ezt a cukorral és fahéjjal meghintett könnyű vaníliás lepényt. Mielőtt tovább indulunk, még egy utolsó pillantást vetünk egy dimbes dombos városra, a 100 éve épült elevador tetejéről. A várostól nem messze zöldellő oázist találunk, ahol nyoma sincs Lisszabon forróságának és nyüzsgésének. Sintra idilli völgyének sajátos, hűvös és párás mikroklímája van.
Nem csoda tehát, hogy a portugál főváros gazdag és nagyhatalmú lakói évszázadok óta itt építették fel nyári palotáikat és kastélyaikat. Minden építő arra törekedett, hogy szomszédjainál is fényűzőbb körülményeket teremtsen magának. Az egyik közeli domb csúcsán igazi mesevár áll, a Palacio de Peña. E palotán szinte az összes építészeti stílus felfedezhető, pedig csak a 19. században épült az akkor uralkodó Ferdinánd király számára. Hamarosan tovább utazunk Portugáliából, de arra még van időnk, hogy egy utolsó pillantást vessünk a tengerre. Az európai szárazföld legnyugatibb pontja után ismét brit földre lépünk. Annak ellenére, hogy csak nem 2500 kilométerre vagyunk a brit szigetektől. A Földközi-tenger bejáratát képező, szűk, szorost őrző, brit fennhatóság alá tartozó Gibraltárt gyakran csak úgy emlegetik, a szikla. Európát itt alig néhány kilométer választja el Afrikától, s aki kompra száll, az hamarosan már Marokkóban szállhat le róla. Ahhoz, hogy igazán megértsük Gibraltár különleges helyzetét, fel kell jutnunk a szikla csúcsára. Gibraltár ugyan alig 6,5 négyzetkilométeres területű, de természeti adottságainál fogva fontos csomópontot ellenőriz. Aki a földközi tengerre akart utazni, annak századokon át itt kellett áthaladnia. A szikla híres berber majmai valójában nem őshonosak. Elődeiket tengerészek hozták ide Afrikából úgy 300 évvel ezelőtt. Stratégiai szempontból igen fontos, hogy Gibraltárnak saját repülőtere legyen. Ám a kis területen nem volt egyszerű megépíteni a kifutópályát. Itt mindig a repülőgépeké az elsőbség. Mielőtt elhagynánk az aprócska brit helyőrséget, még egy utolsó meglepetés vár ránk. A szikla mélyén természetes mészkő üreg rejtőzik. A Szent Mihály barlang. A barlangok sorozata egészen mélyre nyúlik. Egykor azt hitték, hogy föld alatti járat indul innen, amelyen keresztül Afrikába lehet jutni. Most már a földközi tengeren hajózunk, ezen a minden oldalról száraz földdel körülzárt, ám mégsem mindig nyugodt tengeren, amely Dél-Európa természetes határát alkotja. A part mentén hajózva megállunk egy jellegzetes francia üdülővárosban, hogy magunkba szívjuk a mediterrán hangulatot. Ehhez minden adott. Az idilli strand épp úgy, mint a kikötő vizén ringatózó helyi hajók. A kanyargós utcákon sétálva ráérzünk a lassabb tempójú, hagyományos életmód ízére.
Szerencsénk van, hogy ez sikerül, hiszen Saint-Tropez-ban vagyunk, ahol nyáron turista hadak nyüzsögnek az utcákon, de most, szezonon kívül mindenütt csend és nyugalom honol. Még arra is meghívnak, hogy nézzünk meg egy búljátszmát. A résztvevők igen komolyan veszik ezt az ősi játékot. Még az időjárás szeszélyei sem zavarják meg őket. Az erős északi szél, a híres Mistral szárnyán hajózunk tovább, következő úti célunk a földközi tenger délkeleti része felé. Bolygónk egyik legtisztább és legkékebb tengeréből emelkedik ki a Görögországhoz tartozó Santorini szigete. Káprázatos nyaraló helyez, amely egyben egy 3000 éves rejtély kulcsát is őrzi. E jellemzőinek köszönhetően utunk egyik legemlékezetesebb állomásává válik. A Santorini égbeszökő szikláira épült íja pontosan olyan, amilyennek a görög szigetvilág falvait elképzeljük. Úgy érezzük, mintha lebegnénk a kristálytiszta víz felett. A déli forróságban mindenki a házak hűvösében sziesztázik, illetve majdnem mindenki. Innen fentről a szigetcsoport, a Kikládok más tagjai is láthatók. Messze alattunk egy strand húzódik, de itt nyoma sincs aranyló homoknak. Mivel Santorini vulkanikus eredetű sziget, a föld mélyéből feltörő olvadt kőzetek hozták létre, amelyek színe az összetételüktől függően változik. Ezt a partszakaszt szinte fekete homok borítja. Nem sokkal távolabb viszont már a vöröses szín dominál. Három és fél ezer évvel ezelőtt Santorini egyik oldala egyszerűen felrobbant, s már csak néhány maradványa látható a sziget partjaitól kissé távolabb. A tűzhányó ma csendes, de az ókori robbanás nem csak az itt élő összes embert és más élőlényt pusztította el, hanem egy egész civilizációt is. Valószínűleg a minóiak hozták létre Európa első igazán fejlett civilizációját, ennek ellenére nyom nélkül eltűntek. Azt régóta tudjuk, hogy a közeli Krétán várost építettek, de mára az is kiderült, hogy itt, Akrotirinél is állt egy minói település. Mindkét hely feledésbe merült egészen a 20. századig, amikor az ásatások fényderítettek a minóiak sorsára.
Akrotirit a tűzhányóból előtörő anyagok temették el, Krétán pedig valószínűleg a robbanást követő szökőár pusztított. A minóiak lenyűgöző civilizációjából csak néhány szívfájdító töredék maradt fenn. Romantikus földközi-tengeri utazásunkat azonban nem itt, hanem még távolabb fejezzük be. Egy olyan tájon, ahol a múlt emlékei nem a föld mélyén hevernek, hanem nagyon is jól láthatók. Elhagyjuk Európát, hogy hajókirándulást tegyünk a világ egyik legcsodálatosabb folyóján. Immár Egyiptom szent folyója, a széles Nílus méltóság teljesen hömpölygő vizét szeljük. Egy újabb ókori civilizáció emlékei felé tartunk, amely évezredeken át épp oly meghatározó szerepet töltött be a térség életében, mint a hatalmas folyam. Ezen az 1930-as években épült jellegzetes nílusi gőzösön vágunk neki az utazásnak Egyiptom ókori történelmi emlékei felé. Mintegy 5000 évet ugrunk vissza az időben. Itt Gizánál a táj semmit sem változott az élő istenek, azaz a fáraók kora óta, akik a mennyek felé mutató piramisokba temettették magukat. A Szfinx hatalmas, egyetlen kiugró sziklatömbből faragott alakja hosszú századokon át őrizte a piramisok környékét. Miközben hajónk tovább halad délfelé, megértjük, miért tartják a Nílust az egyiptomi élet fő ütőerének. A folyam évenkénti áradásai termékenyítik meg a sivatag élettelen földjét. A Nílus nélkül semmi sem létezhetne abból, amit magunk körül látunk. A legendás épületek azt jelzik, hogy közeledünk Luxorhoz. Luxortól szfinxek sorfala közt vezet az út Karnak legendás templomáig. Ez volt az ókori Egyiptom legszentebb helye, ahol hitük szerint a világot teremtették, és ahol a fáraókat megkoronázták. A halandó ember valóban eltörpül itt. E csarnokban több mint 100 ehhez hasonló hatalmas oszlop áll. Kirándulásunk befejező szakaszán még közelebb kerülünk a vízhez, hiszen egy hagyományos egyiptomi vitorláson, egy felukkán hajózunk tovább a Níluson. Egyre mélyebbre hatolunk Egyiptom szívébe, s közeledünk az utunk végállomását jelző Abu Szimbelhez. A tájat négy hatalmas szobor uralja, amelyek mind a nagyhatalmú második Ramszesz fáraót ábrázolják. 4000 éven át ültek itt Egyiptom déli határán, arccal Afrika többi része felé. Ám de nem pontosan ezen a helyen vészelték át az évezredeket. Eredetileg valamivel mélyebben volt a helyük. Amikor azonban megépült az Asszuáni gát, az egész templomot darabokra szedték, és erre az új, a Nasser-tó szintje fölött lévő biztonságos helyre költöztették át. Elenyűgöző látvánnyal fejezzük be az ősi Egyiptom déli részére tett utunkat.
A romantikus Európa után izgalmas, egzotikus tájakra látogatunk, ugyanis következő utazásunk a világ legnagyobb tengere, a Csendes-óceán vizeire vezet bennünket. A szél és az áramlatok segítségével ősi hajózási útvonalakat járunk végig, s közben paradicsomi szigetekkel, fehéren ragyogó strandokkal, ősi és modern kultúrákkal ismerkedünk meg. A magyar változat a Balog Mix stúdióban készült. Munkatársak Fazekas István, Sóskuti György, Gyapjas Károly, Királybíró Sarolta.